Tavalyi könyvosztás az egyik megyei iskolában. Idén szeptembertől mintegy bruttó 12 milliárd forint értékű tankönyvet kapnak majd a diákok, a pedagógusok, az oktatási intézmények, valamint az iskolai könyvtárak. A teljes mennyiség 68-70%-át teszik ki az állami kiadású tankönyvek, amelyek átlagosan 670 forintba, a nem állami kiadású könyvek pedig 1476 forintba kerülnek. A könyvtár ellátó nonprofit Kft. Raktáraiban már kiszállításra vár a csak nem teljes tankönyvmennyiség, ami meghaladja a 13 millió darabot. Augusztus 1-től augusztus 31-ig munkanapokon fog szállítani a kellő az iskolába és az oktatási intézményekbe. Ez gyakorlatilag 21 néhány szállítási napot jelent. Körülbelül 4300 iskolába kell leszállítanunk a tankönyveket ezen idő alatt, tehát ebből kiszámolható, hogy naponta több száz szállítmánnyal lehet számolni. Ezen belül Szabolcs-Szalembereg megyébe 843 ezer darab tankönyvet rendeltek 283 iskolába. Nyíregyházára 45 iskola rendelt tőlünk körülbelül 227 ezer darab tankönyvet. Az iskolák mintegy 13 millió 50 ezer tankönyvet kapnak meg, ebből mintegy 12 millió példány jut el a diákokhoz. 826 ezer az iskolai könyvtárakhoz kerül, 308 ezeret pedig ingyenesen biztosítanak a pedagógusoknak. Idei újítás, hogy az általános iskola első osztályától a középiskola első osztályáig ingyen kapják meg a tankönyveket a diákok. Idén a kormány döntése alapján a felmenő rendszerben bevezetett ingyenes tankönyvellátás tekintetében egy nagy lépésben tavaly elsőtől negyedik osztályig általános iskolában ingyenes volt a tankönyv minden diáknak. Idén nem az egy öt osztályt lépi meg a rendszer, hanem idéntől, most szeptembertől már az első és a kilencedik évfolyam között, tehát a középiskolák első évfolyama is ingyen fogja kapni a tankönyveket, tehát minden diák ingyen kapja a tankönyveket. Tehát ez azt jelenti, hogy függetlenül a diákoknak a családi helyzetére senkinek nem kell fizetni a tankönyvekért. Másik újdonság, hogy a Kelló weboldalán létrehozott egy szülőfelületet is, amelyre a gyerekek adataival tudnak belépni. Itt megtekinthetik a tankönyvrendelések aktuális állapotát, valamint a középiskola három osztályát érintően akár online átutalással is kifizethetik a tankönyvek árát a szeptember 15-i határidőig.